Szimbolikusan a Dunaparton a múlt századfordulón ültetett és védett gesztenyefasor szolgált helyszínéül az Ezer fát Paksra elnevezésű kampány sajtótájékoztatójának. Paks 2-nek hosszú távú elképzelése, hogy a város ne csak atomvárosról legyen híres, meg megemlítve az országban, hanem egy picit az atomot mi mindig zöldnek is tudtuk, de ezt nem mindenki tudja, ezért rásegítünk egy kicsit a zöldítésre. Nagyszabású őszi lakossági faültetési akció keretében 500 darab fa kerül telepítésre Paks központi belterületének, illetve külső település részeinek közterületein. A lakosság pályázat keretében ingyenesen díszfákat és gyümölcsfákat igényelhet a magánkertekbe, így összesen további 500 darab facsemete kerül kiosztásra. A pályázaton minden paksi lakóingatlannal rendelkező személy részt vehet, és legfeljebb 2 darab fát igényelhet az 500 darabos keret kimerüléséig. Az 1000 facsemete ültetése jelentősen megnöveli a zöld felületeket az atomvárosban. A város főkertésze, Kézlő Terézia, tájékoztatása szerint eddig 200-300 fa került évente telepítésre Pakson a közterületekre.